kemény járjon, hát ne járjon kendvilág. Volt, aki citerát ragadott a Sóstói Múzeumfalu gasztronómiai fesztiválján. A Régi Magyarország ízei című rendezvényre több mint 3000-en látogattak ki vasárnap. A főzőcsapatok szűkebb hazájuk ételkülönlegességeit készítették el a vendégeknek. Sóstói Múzeumfalu Régi Magyarország ízei rendezvény idén már 5. alkalommal került megrendezésre. 22 csapat jött el végül, de több mint 40 féle étel készült el bográcsba, üsbe, kemencébe, vagy éppen tárcsán. Úgyhogy nagyon sok finomság készült. Eléggé sok etnikum is eljött hozzánk, a roma nemzetiségi önkormányzat, a német nemzeti önkormányzat is itt volt. Természetesen a tirpákok sem maradtak otthon, és a Bokortanyákért Egyesület volt a vendégünk a rendezvény folyamán. Természetesen fontos volt az, hogy a főételek különböző stílusban készüljenek el. Aludteljes krumplis prósza, platós lángos és gólyafos. Csak néhány a manapság már kevésbé ismert fogások közül. De csülkös pacalt, sőt, kolbászos babfőzeléket is kóstolhattak a hagyományos ízek kedvelői. Különleges ízvirágot varázsoltak a bográcsokban, és hát természetesen a Sóstói Múzeumfalu csapata is készült, hogy emlékezzünk meg róluk is, gólyafost készítettek, a Nyíri mezőség egyik különleges fánk típusú étele, és hát platós lángost is sütöttek, azt már hajnal 6 óta készítették. Táncház, gyermekprogramok és egy folkbeat koncert zárja a napot. Reméljük, hogy mindenki a népi ízek mellett kulturális elfoglaltságot is talált erre a napra. És föl, le, föl, egész jó! Sokszínű programból akadt bőven. A közönséget a Langaléta garabonciások csapata vette le a gólya lábáról, a táncházban pedig a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki elsajátíthatta az egyszerűbb lépéseket.